Sziasztok! Ez itt a Kisember a Nagy Enduron című sorozat. Az én nevem Rece. Idei első túrának eljöttem a Gyurgyóval Albániába, meg egy csapattal. Tök jó csapat. Hát gyerekek, megmondom őszintén, nagyon kellemesen csalódtam. Az elmúlt időszakban én már nem igazán szerettem senkivel sem motorozni, legalábbis nagyon kevés emberrel. De akik itt összejöttek, kivétel nélkül nagyon jó fejek. Visszatérve a Gyurgyóra, hihetetlen tárgyi tudása van Albániáról. Szinte nincs olyan területe az életnek, amiről ne tudna valamit mondani. Legyen az földrajz, politika, gasztronómia, szokások, útvonalak. Szóval hihetetlen a pali. Rakd rá a jeléjét! Az üvé már ragad! Úgy lesz a végül! Attila, jövök egy sörre! Ezt a jeli gyereket, ezt mindig követjük, én nem tudom, mi történik itt. Ragasszom rá a jelire megint? Attila, nem szeretnéd te ezt szerintem.
Na jó, inkább mellé. Akkor éppen csak azért. Úgy. Éppen csak úgy. Ugye? A tudat alatt így. Nincsen rajta, csak mellette. Jó ez nekünk, Gyúgyó? Jó. Akkor jó. Sokkot kaptál, bazd meg. Thank you.
Itt vagyunk a gyönyörű Albániában. Csodálatosan szép KTM 950. Gyönyörű GS. És egy kiváló 1090. Szerviz. Valami javítás. Jobb altával. Hátében a elnyűhetetlen. Itt a csúcstechnika. És lássuk. Megint csak körbejárjuk Albániát, tök jó helyeken vagyunk. Ha megnézitek, ez itt az Osumin kanyon. Néhány szó az élményekről. Volt bőven. Hát az aszfaltot addig tudtam feljönni autóval, azért mondtam, hogy lehet, hogy utána már az úthenger nem tudott felmenni, olyan meredek, de hát látod, bassz. Volt egy völgy, amit a gyúgyó sem ismert. Kifejezetten azzal a céllal mentünk oda, hogy ő is felfedezze. Úgy gondolta, hogy van egy bejárat, meg egy kijárat. Ezt sajnos nem találtuk meg, viszont találtunk egy olyan hihetetlen szép falut. Ez egy olyan érintetlen területe Albániának, ahova nagyon kevesen vetődnek el. Basztassátok a lovakat! Jó?
ilyen zöld kupolás imahelyeket építenek. Ez egy nagyobb, sőt azt hiszem talán a legnagyobb komplexum. Gyönyörű szép amúgy, maga az épület is. Belül még nem jártam, az udvaráig sikerült eljutni. Bektasik. Ez itt nagyon fontos vallás Albánia, már beszéltem róla. Na és oda megyünk be, a havas hegycsúcsok mögé. Csoró volt az Uszunkanyon felül, elindultunk Permet felé. Ez egy ilyen 23 kilométeres szakasz, ahol még nem aszfaltoztak. Hála a magasságos megváltónak, ugye, aki önmaga hasonlatosságára bennünket is megteremtett. És hát persze a helyiek várják már az aszfaltot, hogy nem nagyon. És nem is úgy néz ki, hogy itt egy mondjuk 5-10 éven belül lesz. Viszont nyáron, szezonban ez már elég forgalmas útszakasz, így a kemperek jönnek itt, az offroad képes kemperek, terepjárósok, hát és mi motorosok is szeretjük, mert amúgy egy tök rövid szakasz ezzel a 23 kilométerrel. Viszont nagyon praktikus, tehát az Uszunkanyon egyébként, mint látványosság, Berattól elérhető aszfalton, de hogyha nem vállalod be ezt a kis átkötést, akkor vissza kell fordulnod Berat felé. És ennek is örülünk. Ugye különböző talajviszonyokkal, geológiai formákkal találkozhatunk Albániában, itt erre a térségre, ugye ez a jellemző. Ebből lesz majd a humusz még egy pár száz, pár ezer év múlva. Ez ilyen palakő. És iszonyatosan csúszik esőbe, mert van egy vízzáró képessége, tehát a felső réteg megázik, alatt a száraz marad, és ez nagyon szépen tud siklani. Viszont egy másik dolog, ugye tegnap ugye komoly gondunk volt a sárral, és itt is esett, de mivel itt nagyon kevés az erdős rész, mindig nap alatt van az út, itt egy-két nap alatt felszárad az út, de ki tudjuk kerülni az összes bocsáját tulajdonképpen, amikor itt. Mondjuk nyáron ez már abszolút nem gond, mert a nyáron az igazi gond az a hőség lesz. Meg a por. És a por, igen. Hát ezért szeretek elől menni. Hola, Mindéri. You're welcome. Mai nap elindulunk vissza északi irányba. Valamilyen homokpartra megyünk most. Mondta a Gyurgyó, de megmondom őszintén, nem is nagyon jegyzem meg ezeknek a helyeknek a nevét. Ha nem ismerő számomra, akkor ahogy mondja, egyik fölmenbe a másikon ki. Nem nagyon foglalkozom a dologgal, megyek utánuk, és hát élvezem a dolgot, jól érzem magam nagyon. Helyenként nagyon komoly terepeken megyünk. Így a harmadik, negyedik nap az ember ettől a tereptől nagyon el tud fáradni. Hát most tényleg iszonyúan fáradtnak érzem magam. Nem is megy úgy a motorozás, ahogy szokott. Az a sáros esős nap, az kivette belőlem a szuflát rendesen.
Elértünk az utolsó reggelünkhöz. Innen még elmegyünk az első szállásra, ahol vannak az autók, ott fölpakolunk rájuk. Aztán mi a Mikivel úgy döntöttünk, hogy még ma délután vagy este, amikor odaértünk a szállásra, fölpakoljuk a motorokat és elindulunk haza. Az úgy nagyjából egy 10-12 órás út, úgyhogy valamikor késő éjszaka vagy a kora hajnali órákban tervezzük, hogy hazaérünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Iratkozz fel a csatornámra, és nyomjál rá a kis csengő ikonra, hogy értesülj az újabb részekről. Kurva anyád! Rohadj meg! Hú, de rendesek vagytok, köszönöm szépen! Jó, van, most már megyek! Awesome.